Hello, sziasztok, és nagyon szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám vasárnapi napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, Porva környékéről, a Sárgasáv túraútvonalról. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én itt vagyok Porva környékén, a Sárgasáv túraútvonalon, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó lesz, tőlem Fricitől, mint ahogyan azt már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit itt rögzitek, Porva környékén, a Sárgasáv túraútvonalon. És most tulajdonképpen azt a túrámat fogom folytatni tovább, amit én az ezt megelőző videóimban kezdtem el, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! Akkor jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban. Jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem most! Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim! Itt vagyok Porva környékén, a Sárgasáv túraútvonalon, és így néz ki a környezet, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Ott van lent Porva, tehát ott van lent Porva, tehát oda kell most lejussak, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor szépen folytatom tovább a túrámat itt a Sárgasáv túraútvonalon, ami egyébként arra felé folytatódik, tehát abba az irányba folytatódik tovább a Sárgasáv túraútvonal, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor én már folytatom is tovább a túrámat. Igaz, hogy az ezt megelőző videómban feladtam ezt a túrát, mert tényleg feladtam a túrát az ezt megelőző videómban, de aztán összekaptam magamat, és újra itt vagyok, gyerekek, és folytatom a Sárgasáv túraútvonalnak a bejárását tulajdonképpen, itt Porva környékén, és itt találkoztam egy másik túrázó csapattal, konkrétan két túrázóval találkoztam, akik azt mondták, hogy szívás lesz, tehát lesz némi szívás még a mai túrámban, mint ahogy eddig is volt. És ugye én konkrétan ugye abból az irányból jöttem, tehát abból az irányból jöttem, tehát onnan jöttem, tehát abból az irányból jöttem, keresztül jöttem ezen a területen itten, amit villanypásztorral el van kerítve, de villanypásztorban nincs villany, tehát nincs benne áram, úgyhogy végig tudtam rajta jönni. Amúgy itt van a Sárgasáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, és én a továbbiakban is ezen a Sárgasáv túraútvonalon fogok túrázni. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És én konkrétan ugye abból az irányból jövök, arra felé van Borzabár, Zirc, tehát Borzabár, Zirc az konkrétan arra felé van, és én abból az irányból jövök, és valójában itt jöttem végig, tehát itt jöttem végig a villanypásztor mellett, jó nagy dzsungel van, tehát hatalmas nagy dzsumbúj volt, úgyhogy haladunk is tovább itt a sárgasávon arra felé. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor szépen haladok tovább Porva irányába. Itt a Sárgasáv túraútvonalon. Az a gond, hogy rengeteg itt a villanypásztorral elkerített rész, amihez szerintem egyáltalán nincs joguk, hogy elkerítsék villanypásztorral a turista utat. Tehát szerintem ahhoz senkinek semmi joga nem volna igazság szerint, hogy a turista utakat elkerítsék villanypásztorokkal. És itt ugye több helyen is tapasztalható, itt a Sárgasávon, hogy villanypásztorral tulajdonképpen el van kerítve az egész út, mert tényleg el van kerítve villanypásztorral az egész út tulajdonképpen,
És így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Ott van lent a völgyben Porva, tehát ott van lent Porva a völgyben, tehát ott van lent Porva a völgyben, és így néz ki a környezet, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát így néz ki a környezet. Én ugye abból az irányból jövök, tehát abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, és így néz ki maga a környezet, ahogy látható ezen a felvételen, tehát és ott van lent Porva, tehát ott van lent Porva, maga a település az ott van lent a völgyben, és így néz ki maga a táj, ahogy láthassátok ezen a felvételen. És akkor folytatom a túrámat itt a Sárgasáv túra útvonalon, és ugye itt jöttek velem szembe túrázók, és azt mondták, hogy lesznek itt még villanypásztorral elkerített részek. Hát igen, még ez nem tudom, hogy mennyire van joguk, hogy villanypásztorral elkerítsék a turista útvonalakat. Tehát ez nem tudom, hogy kinek erre mennyire van joga tulajdonképpen, hogy itt villanypásztorokkal elkerítünk kijelölt turista utakat. Tehát szerintem ehhez semmi joguk nem volna, igazság szerint, mert ugye kijelölt turista út, és hogy villanypásztorral ezt körbekerítik, hát gyerekek. És ezt ugye az a gond, hogy ezt itt tapasztalom folyamatosan, tehát ezt itt folyamatosan lehet tapasztalni, hogy itt villanypásztorral le vannak kerítve a turista utak tulajdonképpen, mert tényleg villanypásztorral le vannak kerítve. De aztán lehet, hogy itt inkább változtatok az útvonalon, és letérek egy kicsit a Sárgasávról, és akkor keresek valami alternatív útvonalat, és akkor egy alternatív útvonalon megpróbálok végighaladni Porva irányába. Hát itt le is kéne kanyarodni balra, igazság szerint, tehát itt már mindjárt balra el is kéne kanyarodjak, de ahogy mondották a szembejövő túrázók, itt ugye villanypásztorok lesznek végig. Hát nem tudom, lehet, hogy kell keresnem egy alternatív utat, gyerekek. Hát igen, itt kell lekanyarodni balra. Tehát itt kéne lekanyarodni balra tulajdonképpen. Tehát itt kéne lemenni balra, de vajon ez az út, ez hova a bánatba vezet? Azért megnézem, mert út. Jó, oké, oda van írva, hogy út, oké. Rendben, út. Oké, oda van írva, hogy út. Hát jó van, gyerekek, akkor út. Oké, rendben van, és akkor út. Jó van, akkor ezzel tisztában vagyunk, hogy itt arra van az út. Igen, és akkor valójában, hát igen, ki lehetett volna kerülni azt a részt, amit előbb, amin végigmentem azon a járhatatlan dzsumbujon, tehát ki lehetett volna akkor ezek szerint kerülni. Tehát lett volna egy alternatív út, és akkor itten le kell kanyarodnom. Merre? Itt mutatja a jelzés, hogy itt jobbra. Tehát itt jobbra, de itt hova? Itt dzsungel van végig megint. Itt megint végig dzsumbúj van, tehát itt, hát ezt felejtsünk el. Tehát még egy dzsungelen nem akarok átmenni, mert itt erre jelöli a sárga sávot, tehát abba az irányba jelöli. Hát még egy dzsungelon nem akarok átvágni, így is a lábamat már szanaszét marta a növényzet. Úgyhogy még egy dzsumbújt nem akarok átmászni, úgyhogy keresünk egy alternatív utat szerintem. Megnézzük, hogy ez itt hova visz ez az út. Hát erre halad mondjuk a sárga sáv túra útvonal, tehát erre felé halad maga a sárga sáv. Hát keresünk akkor valami alternatív utat szerintem. Hát gyerekek, hát a mai túrám az idáig nagyon durva volt, főleg ez az utóbbi szakasz, hát ez kegyetlen volt. Nézzétek meg az ezt megelőző videót, ahol szinte fel is adtam ezt a túrát, tehát nézzétek meg az ezt megelőző videót, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is magyarázkodok, miről is beszélek, tehát feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videót, és konkrétan az ezt megelőző videómban fel is adtam tulajdonképpen ezt a túrát, ott a legnagyobb dzsindzsa közepén, a legnagyobb dzsumbúj közepén, de aztán mégis erőt vettem magamon, és folytatom tovább ezt a túrát. Igaz, hogy itt még lesznek villanypásztoros részek, tehát lesznek még itt
villanypásztorral elkerített részek konkrétan, úgyhogy még fogunk itt akkor villanypásztorral találkozni. Csak most ugye az emenni a villanypásztornál szerencsém volt, ahol előbb voltam, mert az nem volt benne áram, szerencsés módon, tehát nem volt benne áram, és itt meg véget is ér az út, nem már, véget ér az út, gyerekek. Dik, bevisz az út egy izére. Ó, vagy a magasságos. Újabb villanypásztor, hurrá! Hát ezt nem hiszem el, gyerekek, újabb villanypásztoros rész. Ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el, gyerekek. Újabb villanypásztor. Hát ilyen nincs. Ilyen nincs, gyerekek. Újabb villanypásztoros rész. Hát ezt nem hiszem el, komolyan mondom. És az út arra megy tovább egyenesen. Tehát ezt nem hiszem el egyszerűen, hogy itt egy újabb villanypásztoros részen kell keresztül száguldanom. Hát ez ilyen nincs. Ilyen nincs, gyerekek. Tehát szerintem kell keresnem egy alternatív utat. Tehát ezt itt nem vállalom be. Tehát itt ezen a villanypásztoros izén nem megyek keresztül. Ne láthassátok, hogy itt villanypásztorral körbe van kerítve a repce tulajdonképpen. És erre vezetne a sárgasáv túraútvonal nem mellesleg. Hát ezt el se hiszem, hogy megint egy ilyen dzsumbúj van itt. Tehát dzsumbújon kell keresztül menni. Hát ezt nem hiszem el, gyerekek. Itt villanypásztorokon kell átvágni, meg minden ilyesmi, hihetetlen. Hát jó. Hát ez nem a legjobb ötlet, hogy itt bemenjek erre a területre. Hát szerintem itten módosítanom kell az útvonalon. És szerintem visszamegyek a földútra, és akkor inkább bemegyek kerülővel Porvára. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen, mert itt ilyen villanypásztoros rész van. És ugye mondták a szemből érkezők, hogy jár, hogy itten több kapun is át kell mászni. Tehát, hogy több kapun is át kell mászni tulajdonképpen. Úgyhogy visszafordulok szerintem, tehát ezzel most nem próbálkozok inkább, hanem keresek egy alternatív útvonalat, és akkor kimegyek inkább vissza az útra. Tehát vissza kimegyek inkább az útra szerintem. Úgyhogy szerintem vissza kimegyek az útra, gyerekek. Hát nem fogok itten kerítéseket átmászkálni, mert ahhoz most semmi hangulatom nincs, hogy kerítéseken meg kapukon másszak át, mert ez tényleg most semmi hangulatom nincsen. Úgyhogy vissza kimegyünk akkor inkább a közútra, és akkor a közúton közelítem meg Porvát. Még nem így terveztem ezt a túrát, mert tényleg nem így terveztem, de akkor inkább közúton fogom megközelíteni Porvát. Francba. Nem hiszem el, gyerekek. Úgyhogy akkor más útvonalat kell keresnem. Sürgősbe. Úgyhogy megyünk más úton. Mert itt most ugye jött egy villanypásztoros rész. Hát gyerekek, a mai túrám ez nem a legjobban alakul. Pedig tök jó indult ez a mai nap nekem a túra szempontjából. Hát tényleg tök jó indult ez a mai nap. Hát de mostanára ez már teljesen a kedvemet szekte igazság szerint. Ez a mai túra. Úgyhogy megyünk másfelé. Na, megnézzük, hogy errefelé van-e alternatív útvonal Porvára. Keresünk valami alternatív utat. Na, gyerekek, mert nem akarok én itten villanypásztorokon átmászni, meg mindenféle kerítésen. Hú, gyerekek, ez a mai túrám, ez ideig nem a legjobban alakul sajnos.
Pedig idáig tök jó alakult a túrám, mert tényleg tök jó alakult idáig. De most úgy látom, hogy megváltoztatnom kell némiképpen az útvonalon. Úgyhogy keresünk egy alternatív útvonalat Porva irányába. Mert szerintem van itt egy alternatív út, ahol meg tudom közelíteni Porvát. Úgyhogy megyünk egy alternatívát keresni. Megnézzünk, hogy mi van erre tulajdonképpen. Hát gyerekek, a mai kis túrám ez idáig tök jó alakult, csak hát most meg aztán hát nem a legjobb éppen, pedig Porva itt van lent tőlem jobbra, tehát láthassátok, hogy itt van tőlem jobbra Porva, tehát ott van lent Porva konkrétan, tehát maga Porva az ott látható, és így néz ki a környezet, ahogy láthassátok ezen a felvételen, tehát így néz ki maga a környezet. Amúgy nagyon szép a vidék, mert tényleg nagyon szép a vidék amúgy, de itt keresnem kell egy alternatív utat, tehát egy alternatív úton fogom megközelíteni Porvát úgymond, úgyhogy keresünk egy másik utat Porvára. Lehet, hogy aztán végül visszakimegyek a közútra, és akkor a közúton közelítem meg Porvát, pedig ahhoz nem volna igazán hangulatom. Itt vagyok már Porva szomszédságában, de hát itt minden ugye körbe van kerítve ugye villanypásztorral. Amit értek én, hogy miért, ugye a vadkárok elkerülése véget, van itt minden körbe kerítve villanypásztorral, tehát nem azért, hogy a túrázókkal csesszenek ki, hanem azért, mert hogy a vadak ellen van ez a sok villanypásztor itten, tehát a vadkár ellen vannak itt ezek a villanypásztorok konkrétan, hogy keressünk egy alternatív utat gyerekek Porvára, megnézzünk, hogy mi van a másik irányba, mert szerintem innen van más út is Porvára, úgyhogy ja, megyünk tovább erre egyenesen, és akkor keresünk egy alternatívát. Na gyerekek, megnézem, mi van errefelé. Aha, újabb villanypásztor. Porvára kéne bejutnom mindenképp. Aztán lehet, hogy tényleg vissza ki kell menjek a közútra, mert itt látom végig jobb oldalt villanypásztor van. Tehát végig villanypásztor van tulajdonképpen. Hú, gyerekek! Nem hittem volna, hogy ez a mai túrá mennyire meg lesz bonyolítva. Pedig azt hittem, hogy tök egyszerű kis túra lesz ez a mai. De nem, tévedtem. Kicsit bonyolódik a helyzet. Na de mindjárt megnézzünk, hogy mi van erre. Szerintem itt valahol szerintem van egy alternatív megközelítés Porvára. Hogy keresünk egy alternatív útvonalat. Úgyhogy letértem a sárga sáv túra útvonalról, és keresek most egy alternatív útvonalat Porvára. Hát pedig itt van mellettem Porva, tőlem jobbra van tulajdonképpen, tőlem jobb kézre van Porva település. És akkor keresünk egy alternatív útvonalat. Hát, itt is villanypásztorokat látok, az az igazság. Hát, ha nyitva van az a kapu, és be tudok rajta menni. Úgyhogy megyünk, keressünk a helyes utat. Hát gyerekek, a mai kis túrám idáig tök jó alakult, mert tényleg tök jó alakult idáig a mai kis túrám. De most van egy kis zavar az erőben. Hát tényleg van most egy kis zavar az erőben. Aha. Hát megnézem, hogy ez az út hova vezet. Mert Porva az itt van mellettem jobb kézre, tehát pár száz méterre van ide Porva tulajdonképpen.
Szerintem 1 kilométeren belül van, így ránézésre. Csak az a gond, hogy itt villanypásztorok vannak végig. Mert itt tényleg végig villanypásztorok vannak. Úgyhogy keresünk egy alternatív útvonalat. Na, gyerekek, igen, itt kapu van. De vajon ez az út, ez hova vezet? Megnézzünk, hogy hova vezet ez az út. Hú, gyerekek, nem egyszerű ez a mai túrám. Ez a táj az természetesen gyönyörű. Hát ezt nézzétek. Tehát a táj az gyönyörű szép, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Mert tényleg gyönyörű szép a táj, ahogy láthassátok. Mert tényleg nagyon szép a táj. Ugye most abból az irányból jövök. Tehát most abból az irányból jövök. És így néz ki maga a táj, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát maga a táj az így néz ki. Ott van lent Porva. Tehát ott van lent Porva. És így néz ki maga a táj. És úgy látom, hogy itt lesz egy földút, ami bevisz Porvára, ha jól látom. Lesz itt egy földút, amit most megközelítek. Itt látok valami földutat Porva irányába haladni. Hát jó van, gyerekek. Most teszünk egy kis kerülőt, kitérőt. Tehát vagyunk egy kis kitérőt teszünk, mert a jelölt úton nem tudok végig menni, a kijelölt turista úton, mert végig le van kerítve villanypásztorral maga a kijelölt turista út, vagyis a sárga sáv túra útvonal le van kerítve ugye villanypásztorral, hogy keresünk egy alternatív útvonalat, és úgy látom, hogy mindjárt meg is van ez az alternatív útvonal, mert itt látok egy földutat, Porva irányába haladni. Megnézzük, hogy hol van ez a földút. Aha, valahol ott lesz a fákon túl. Hát megnézzük, hogy mi a helyzet erre felé. És akkor kanyarodok ugye Porva irányába. Hát jó van, gyerekek, úgy látom, hogy itten kell tennem egy jókora nagy kerülőt. De megéri, tehát megéri megtenni ezt az óriási kerülőt, mert azért jobban szeretek menni olyan úton, ami jó ki van taposva. Ma már így is volt már dzsungelharc, úgyhogy elég volt már a dzsungelharcból ezen a mai napra. Szanaszét marta a lábamat, a csalám, meg mindenféle növényzet tulajdonképpen, de semmi probléma, kicsit égnek a sebeim. Hát itt megint villanypásztoros rész jön. Na de haladunk tovább természetesen. Tehát folytatom tovább a túrázást itt a Bakonyban. És akkor keresek egy alternatív útvonalat, mert itt arra felé lesz egy földút, ami bevisz Porvára, remélhetőleg. Tehát lesz itt egy földút tulajdonképpen, ami bevisz Porvára. Hát jó sok időt elcseszek, maradjunk ennyiben, mert tényleg jó sok időt elcseszek abban, hogy itt kóvájgok, hogy megtaláljam a helyes útvonalat. Na, gyerekek, és akkor szépen megyünk előre felé, de a úton. Hát itt még egyelőre van út, egyelőre, tehát egyelőre még van itt út. Semmi probléma, hogy megyünk befelé majd lassacskán Porvára, csak ugye meg kell találnom a oda vezető utat. Hú, gyerekek, hát a mai kis túrám ez nem semmi, mert tényleg nem semmi a mai kis túrám. Aha, ott lesz a földút. Aha. Itt lesz valahol egy átjáró, ahogy elnézem. Igen, lesz egy átjáró igazság szerint, valahol. Na, gyerekek, így néz ki a táj,
ahogy látható ezen a felvételen. Tehát maga a táj az így néz ki. Tehát így néz ki maga a táj. Ott van lent ugye Porva. Tehát ott van lent Porva konkrétan. És a táj pedig maga így néz ki. Tehát így néz ki maga a táj. Ahogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát így néz ki maga a táj. Gyönyörű szép ez a vidék. Mert tényleg gyönyörű szép ez a vidék. Ahogy láthassátok ezen a felvételen. Mert tényleg nagyon szép ez a vidék. Ahogy látható ezen a felvételen. Tehát tényleg nagyon szép. Ott van ugye a Körishegy. Tehát ott van a Körishegy, ugye Bakonynak a legmagasabb pontja az ott van. Tehát ott van a Körishegy. Tetején abban a fehér fotballlabdával, ami tudom, hogy egy radar. És akkor haladok is tovább. Tehát folytatom tovább a mai kis túrámat. És igen, itt nyitva van a kapu. Tehát be tudok menni. Van egy nyitott kapu. És akkor be tudok menni Porva irányába. Konkrétan. Na, gyerekek. És akkor folytatom tovább a mai kis túrámat. Porva felé. Igaz, most le kellett érjek a Sárgasávról, mert le kellett érnem a Sárgasáv túra útvonalról, de most keresünk egy alternatív útvonalat, és egy alternatív útvonalon közelítem meg Porvát tulajdonképpen, mert tényleg egy alternatív úton próbálom megközelíteni Porvát, ami úgy látom, hogy sikerülni fog, mert itt nyitva van a kapu, tehát itt akkor át is megyünk szerintem. És akkor ezen a földúton fogom megközelíteni Porva települést. Igen, van egy földút. Aha, igen. Itt van egy földút, gyerekek, amin meg tudom közelíteni Porvát. Tehát van itt egy földút, és akkor ezen a földúton megközelítem Porvát. Hát valójában egy alternatív úton közelítem meg magát Porvát. Tehát igen, itt van a földút, és ezen fogom megközelíteni Porvát. Ott van előttem már Porva, és ez az út, ez konkrétan bevisz Porvára. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát így néz ki maga a környezet. Tehát így néz ki maga a környezet. És ott van már Porva település előttem. És szerintem még itt Porva előtt le fogom zárni ezt a videót, és egyelőre meg fogom köszönni a megtisztelő figyelmet, hogy itt voltatok velem ebben a újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Természetesen, ha tetszett ez a videó, akkor azt díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Természetesen az útvonalról, illetve a videóról. Köszönöm szépen! És akkor hamarosan fogom folytatni ezt a túrát majd egy következő videóban. Tartsatok velem majd a következő videóban is. Köszönöm szépen! És én majd a következő videóban arra felé fogom folytatni az én kis túrámat, de ez majd egy következő videó témája lesz. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel, Frici, Porva határából. Sziasztok!